Nagy tiszteltel köszöntök minden kedves megjelentett Csetén község önkormányzatának képviselőtestületi ülésén. Meglátottam, hogy a testület határozatképes, és jelezte, hogy nem tud ma jelen lenni, de jövő héten mindenképpen igyekszik itt lenni a költségvetés záró szavazásra. Mai napirendi pontok a következők. Első napirendi pont képviselő vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele, másik napirendi pont belső elemzési jelentések, harmadik napirendi pont helyépítési szabályzat módosítása iránt kérelem, negyedik napirendi pont a Veszprémi rendőrkapitányság támogatása, ötödik napirendi pont Zirci önkormányzati tűzoltóság támogatási szerződése, hatodik napirendi pont Csetén település és Holcsér kastély népszerűsítésének lehetősége, hetedik napirendi pont villamos hálózat fejlesztése a Szőlőhely. Ezen kívül a következő napirendi pont javaslatomban az én részemről egy, az a költségvetésről tájékoztatás, ami nem szavazás, hanem valójában egy tudomásvétellel fog zárulni. És akkor, ha jól láttam, érkeztek még kérelmek, érkezett egy előterjesztés alpolgármester úrtól, Csetényi Holicser Károly úr temetés és katolikus kápolna felújításával kapcsolatban. Ezen kívül még érkezett. Érkezett egy a Csepény Sportegyesület részéről. Ezek ugye tájékoztató jellegben, hiszen a költségvetés hatályba lépésével tudnak ezek hatályba lépni, és akkor érkezett egy a jó, és akkor érkezett egy a Komenda Patriktól, ahogy látom, valami kondi fejlesztői gépekkel kapcsolatban. Ugye akkor ez 8, 9, 10 napirendi pont, 11 napirendi pont. És szeretném kérdezni a tisztelt képviselő testületi tagokat, hogy van esetleg valami megjegyzési hozzászlásuk, egyéb napirendi pont felvételi javaslatuk. Igen? Igen, benne tavalyi évben lett kötve 15 millió forint, én azon az utolsó testületi ülésen nem tudtam jelen lenni, és 20 millió forintot a polgármester úr nem kötött le, mondván azt, hogy mi csak 8% kamatra adtunk neki megbízást, és 7%-ot adna a bank. Így az a pénz nem lett lekötve, én ezzel kapcsolatosan szeretném az érdeklődésemet feltenni, meg fokozni, hogy hol az a pénz, a 20 millió forint, ami nem lett lekötve. Istenem, ezt szerintem nem napirendi pont kérdés. Ne, ezt itt napirendi pontba tárgyaljuk. Mi a napirendi pont tárgya, kedves képviselő? A le nem kötött 20 millió forintnak a hol lépe. Ön szerint hol van a le nem kötött 20 millió forint? Bocsánat, önök kérdés. Én kérdezem tőled. Az önkormányzat számláján. Jó, oké, azt a számlát meg szeretném nézni. Bármikor megnézem. Jó, köszönöm. De azért napirendi ponton a párkinek kérdése van ezzel kapcsolatban, hogy tisztálláson a képviselőtestület is, meg a lakosság is. Miről szeretne tisztállni a képviselőtestület és a lakosság? Valaki nem érti? Igen. Mit nem ért pénzügyi végzettséget képviselő? Hol a pénz? Mert erről semmi nem lett lekötve. Ne beszélti akkor róla. Tisztelt képviselőasszony, ön mindig elmondja, hogy rengeteg szakmája van. Azt is el tetszik mondani, hogy pénzügyi végzettség. Nekem van, de a két polgármester úrnak nem két, felteszem a izét, hogy közgazdász végzettsége nincsen a polgármester úrnak. Nézze meg a diplomát. Szeretném látni, jövő alkalommal hozza be a polgármester úr, ha van diplomája. Istenem, önnel nagy baj van, ha gondolja el a csecsaternek. Hagyj el a polgármester úr. Milyen oknál tegyen ezt? Mert méltatlan a polgármesteri tisztség betöltésére. Nagyon jó. Na, mivel pénzügyi végzettség van, hogy pontosan tudja, hogy ezek a pénzek a számlán helyezkednek el, mivel a testületi határozat volt róla, hogy 8%-on kell lekötni, mivel a bank 8% alatti ajánlatot adott, így nem lehetett lekötni, hiszen az SMS szerint nem köthetem le a pénzt. És nagyon jó, hogy rávilágítja erre a tisztelt képviselőasszony az önkormányzat helyzetét, hogy ezzel kárt okoztunk saját magunknak, hogy nincs meg a jogosultságom arra, hogy a pénzt lekössem a számlavezető bankunknál. Jó, tehát a pénzek azok hála Isten megvannak, ezek teszik lehetővé azt, hogy az önkormányzat úgy működik, ahogy jelenleg működik. A diplomát pedig kikérheti a Pannon Egyetemtől, illetve olvashatjuk van egy cikket a Pannon Egyetemről, mint olyan diák, akire büszke az egyetem. Van róla egy elég hosszú interjú, de ha gondolja, szívesen megküldöm.
ha mégis azt gondolja, hogy az egyetem valamennyi vezetése alkalmatlan, és nekem úgy adta a diplomát, hogy arra nem vagyok jogosult, akkor forduljon hozzá. Jó, nem fogja azt tapasztalni, és ki pár esetében. Jó, mehetünk az érdemű napi rendi pontokra. Ki elfogadta a napi rendi pontokat, akkor meg voltunk készvezetési eztük. Köszönöm szépen. Akkor az első napi rendi pont Szikta János képviselői nyilatkozatok nyilvántartás vételéről tájékoztatás. Köszönöm szépen. 2024. január 18-án ülés alatt az ügyrendi bizottság ezzel megállapította, hogy hiánytalanul adták a vagyonnyilatkozatokat, és ezt nyilvántartásba is vették. Jó. Minden rendben volt. Így van. Jó, köszönöm szépen. Most kitörtel volt a polgármester úr. Meg kap majd, a szót adok. Rendben van? Egy csomót bezárjuk az ülést, jó? Hogyha nem bír magával. Tehát szerintem a hallgatóság nem az ön napi előadásra kíváncsi. Jó, akkor köszönöm szépen a tájékoztatást. Következő napi rendi pontban beesleges jelentések, előterjesztőt kaptok Torkos Tündőjától. A költségvetési szárad belső kontrollrendszerű előterjesztő jelentéséről szóló 375-2011-es kormányrendelet szerint az éves összefoglaló jelentést a jegyző terjesztő a képviselőtestület elé, ezt megküldtük mellékletként. Igazából kiemelendő, hogy két versenőről két területet ellenőrizte. Az egyiket rendszerellenőrzés volt, a 2022 évi külső és belső ellenőrzések megállapítására tett intézkedések, a másik pedig a vagyontárgyak és az ingatlanok nyilvántartása. Hát a másodikkal kapcsolatban még folyamatban van a leálltál, most dolgozunk rajta, március 31-re elvileg kész lesz teljesen, de nyilván az idén meg mindig fogják nézni, hogy teljesítettük-e. Jó, ez a vagyon leálltát érünk, ugye? Jó. Van esetleg tisztelt képviselőtestület tagoknak ez bármilyen kérdésük, hozzáfűzni valójuk, megjegyzésük. Természetesen. Én itt kiemeltem azt, hogy itt észrevételezi a belső ellenőr, hogy a költségvetési beszámoló mérleg 15-tel általa a főkönyvi nyilvántartási adatai ugyan megegyeznek, de az adatok analitikus nyilvántartással nem kerültek alátámasztásra. Mikor kerülnek alátámasztásra ezek az adatok? Ez most március 31-ig meg lesz. És azon akkor részletesen rajt lesz minden, hogy az önkormányzat milyen vagyonnal rendelkezik. Igen. Az utolsó talicska, lapát, traktor, fűnyíró, hát minden. Lesz, kastély, kolicser, bisztró, minden. Jó, akkor ezt várjuk, hogy ez azért megtörténje, hogy a testület tisztáláson, hogy az új testületi tagokra gondolok, hogy köztük én is, hogy tisztálásunk, hogy hogy áll a vagyoni helyzete a önkormányzatnak. Jó? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. De minden a más gyerekhez. Köszönöm szépen a tájékoztatott Torkos Nikolett jegyző asszonynak. Akkor a következő napi rendi pont. Ezt elfogadni? Jó. Akkor aki elfogadja a jegyző asszony tájékoztatását, kérem készfeltartásra jelezzen. A jegyző asszony tájékoztatását elfogadom, de... Erika, ha szót adtam, aranyom, ha szót adtam. Tényleg, nagyon szépen kérlek. Tisztességgel mi a végződést? A kérdése van, tegye fel. Két kezét, majd megadjuk a szót. Egyszer lehet szólni, három perc. Ha nem sikerül belefogni, akkor lezárjuk, és megyünk tovább. Tehát nem a moziba ülünk, nem tévézünk, nem hisztics, nem Mónika só vagy Erika só van itt, hanem testületülés. A településről döntünk, felős döntéseket hozunk. Cirkusz nem itt van. Mosolyogni lehet, ülelkezni lehet, boldogság majd lesz. Nem érdekel. Ma költségvetésről fogunk még tárgyalni. Tehát ha a jegyzőasszony előterjesztését elfogadja, készletadásra érezze, ha nem fogadja el, akkor ne rakja fel a kezét. Ennyi az egyszerű feladat. Ha nem értette meg, nem. Akkor sajnáljuk. Jó? De szépen megyünk tovább. Meg volt az egy hozzászólás, nincs több. A napi rendi pont a többe és társának a nevét kellett tárgyalni. Most nem azt fogadod el? Vagy fogadtatod el? A képviselő, a jegyzőasszonynak a beszámolóját fogadod el. A napi meg az van. A tömpe és társa az a belső ellenőrünk, amiről ő bizonyára már tud, mert 30 év a tömpe és társa a belső ellenőrünk. Jó, akkor erről beszélünk. Jó? Betartjuk a hivatali rendet. Kész feltartás, szavakodok és megyünk tovább.
Na, akkor kérem tisztelt képviselőtestületet, hogy a versenyezési jelentések előterjesztését elfogadja készletadásra jelezze. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy 6 igen. Ki tartózkodott? Jó. Egy tartózkodás és 5 igen, bocsánat. Helyépítési szabályozat módosítás iránti kérelem benyújtása. Érkezett egy módosítási kérelem a önkormányzathoz a helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatban, melyet ugye a tisztelt képviselőtestület tagok megismerhettek már, hiszen előzetesen ez kitűnésik. Itt röviden annyi, hogy az ingatlanok tulajdonosaival én már előzetesen egyeztettem, és jeleztem feléjük, hogy a múltkori építési szabályzat módosításhoz lezárásra került, hiszen a Törekvés utca volt a legfontosabb célunk, hogy annak a módosítását tegyük meg. Viszont természetesen azt is jeleztem irányokba, hogy az új építési szabályzat, illetve rendezési terv módosítása az ő általuk felvett igényeket megvizsgáljuk, és amennyiben a főépítészest korrektnek tartja, akkor azt követően beterjesztjük, előterjesztjük. Ők ezt tudomásul vették és elfogadták. Ez az anyag azért van itt alapvetően előttünk, hogy lássuk azt, hogy volt ilyen igény, és tegnapi napon érkezett hozzám még egy igényt, az Ady Endre utcából, úgy szintén ilyen telepösszevonás, de ott még olyan módosítási javaslatok is voltak, hogy eltér egymástól a övezeti besorlás, és akkor azon kellene ott minimálisan módosítani. Ott is jeleztem a módosítás kezdeményezőjének, hogy az új rendezési tervben fogjuk tudni ezeket rendezni. Alapvetően az ezzel kapcsolatos döntés az annyi, hogy befogadjuk, elfogadjuk, és a helyi építési szabályzat módosításakor figyelemmel veszük az állampolgári igényt. Nem tudom, hogy ehhez valaki szakmailag hozzá tudja tenni bármit. Szerintem ez a főépítésznek a szakterületés nem a milyen. Jó, tehát annyit tudunk ígérni, hogy ezt segítjük és támogatjuk. Van egy kérdés? Jó, nincs, elfogadjuk, hogy akkor a következő építési rendezési terv és építési szabályzat módosítás, akkor a beadott kérelmet figyelembe veszük és megvizsgáljuk, ezt kérem készfeltartásra jelezni. Köszönöm szépen, 6 igen. Következő napi rendi pont a Veszprémi Rendőrkapitányság támogatása. A új vezetője van a Veszprémi Rendőrkapitányságnak, a titkát nálunk 2 héttel ezelőtt. Ugye tavaly évben is volt már rá kérés a rendőrség részéről, pont az év elején, amikor rendkívül bizonytalan helyzetben voltunk a rezsik emelkedése miatt, hogy tudnánk támogatni a rendőrség munkáját. Ugye a rendőrség úgy szintén költségvetési intézmény, bázis alapon kell, hogy tervezzenek. Ugye akkor, mivel kilátástalan volt valamennyi önkormányzat helyzete a rezsijel, mivel rendkívülnek mondják miatt, ugye nem tudtuk felelősséggel azt mondani, hogy támogatjuk a rendőrség ilyen irányú tevékenységét, plusz pénzt adunk nekik. Viszont most ugye Rók Attila, Zirci őrs parancsnok, illetve a vezetője is itt járt, és akkor beszélgettünk erről, hogy mégis mit gondolnának, mire lenne szükségük. Mert látva az, hogy a közbiztonságunk azért az jó, de ugye azt is tapasztaljuk, hogy egyre többször vannak kint a rendőrök, aminek én speciál örülök, tehát naponta legalább kétszer járőznek a településen, és valamikor több időt is itt töltenek. Nekem az a javaslatom a tisztelt képviselőtestület felé, hogy a költségvetésünkbe tervezünk be 500 000 forint támogatást a rendőrség irányába. Ez egy jelentős méretű támogatás, amit a rendőrség mind dologi, mind személyi, mind egyéb költségére fel tudja használni. És ami a legfontosabb, hogy az együttműködési megállapodás, amit a rendőrség a döntésünket követően megküld felénk, abban leírja, hogy ez a kifizetés ez arra szolgál, amikor bért fizetnek ki, hogy csetinben kell eltölteni azt a plusz időt, amit ebből fizetünk. Tehát az óradíj. Ugye ez a mi közbiztonságunkat is jelentősen tudja, az érzésünket tudja emelni. A rendőrséggel eddig is jó volt a kapcsolat, bármit kértünk, megtették. Ugye itt főleg rendezvények biztosítása során jelentek meg többször. Tényleg időben itt vannak, azt hiszem, hogy volt egy kutatási eset is, amiben aktívan részt vettek és szervezték. Én szeretném arra kérni a tisztelt képviselőtestületet, hogy a Veszprém megyei
vagy a Veszprémi rendőrkapitányság támogatásáról döntsön, és 500 000 forint értékű támogatást biztosítson nekik éves szinten, aminek hatályba lépése természetesen a költségvetés elfogadása lesz jövő hét. Szeretném kérdezni, hogy van ez esetleg ezzel kapcsolatban valakinek bármilyen kérdése, ellenvetése, vagy esetleg más javaslata. Igen? Én megkérem a kedves testületet, hogy nagyon gondoljuk ezt át, mert ő is egy állami fenntartású intézmény, a rendőrség. Most azért, mert jópofiszásból itt támogatjuk, meg szórjuk a pénzt, lesz egy választás még ebben az évben. Én úgy gondolom, hogy ez meggondolandó, hogy támogassuk-e ennyi pénzzel, és elkötelezzük magunkat ezzel a havonta éves szinte 500 000 forinttal. A másik megjegyzésem meg ez. Képviselő asszony, a papírt mutatott számon, hogy megvesztegettük a rendőröket ezzel kapcsolatban. Bizonyára más kultúrában származott tisztelt képviselő asszony, ez a gyarzok át, hogy ezt így gondolja. A rendőrséggel kapcsolatban... A rendőrséggel kapcsolatban van esetleg valakinek érdemi hozzászólása, azt kérem érezzen. Jó. A Attila? Nem akarok hozzászólni, de hát, hogyha akkor most már mondom, hogy szerintem, hogyha az van, hogy eddig jól működött, mert minden elégedett a munkájuk, akkor elég lesz, hogy mennyit léteznek. És pluszra szerintem akkor nincsen szükség. Tehát nem egy elbetemült községben élünk, tehát elég, hogyha annyiszor jönnek, nincs rá szükség, hogy még többet járőrözzenek, mi ilyesmi. Tehát én nem szeretném ezt támogatni. Rendben. Attól függetlenül akkor én azért szavazásra bocsájtom, a tisztelt képviselő tagoknak a döntése az, hogy a szeretnénk azt, hogy a rendőrséggel segítsük őket, hiszen egy kérés fogalmazódott meg hozzánk. Tavaly is megfogalmazódott egy kérés, nem volt rá lehetőségünk, idén is megfogalmazódott, most van rá lehetőségünk, a számos önkormányzat támogatja a rendőrség munkáját, még Szápár is. De azt hiszem, akit tudok, ilyen hasonló volumenű méretű település, még Minnemes Hármas, aki tavaly 3 millió forintot adott, de azért ő neki a gazdasági előképességnél sem magasabb, mint a milyen. Jó, azért én szavazásra bocsájtom, és bizony lenne, hogy a rendőrséget nem, akkor gondolom a tűzoltárságot sem támogatjuk, de akkor legalább ezeket a szereplőket támogatjuk, hiszen ami életünkről szól az ő munkája. A választások után, lehet támogatni, de nem most. Jó, aki elfogadja, kérem készlet az esmény. Ez egy tűzoltóság, az egy külön napi lennék volt. Abszolút, de a rendőrséget nem támogatjuk, a tűzoltóság is elvégzi a dolgát, Attila. A tűzoltóságot azt abszolút támogatom, pedig a rendőrségre csak ellen. Igen, csak ellen mond, akkor majd a rendőrséget szavazásra. Aki a rendőrség kérelmét támogatja, azt kérem készfeltartásra jelezze. Nagyon szépen köszönöm. 4 igen. Aki nem támogatja? Tartózkodok. 1 nem. És akkor, aki tartózkodik? Jó. 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodás. Köszönöm szépen. És akkor most jön az, ami furcsa, ez a tűzoltóság támogatása. Az IC önkormányzati tűzoltóság közgyűlése 2024 évben vonatkozó önkormányzati hozzájárulás mértékét 115 forint per lakos hónapban állapította meg. Aki tavaly évben ilyenkor itt volt, az pontosan tudja, hogy én egy kicsit harcot vívtam az IC önkormányzati tűzoltósággal, aminek egy oka van, a nevében található, hogy önkormányzati tűzoltóság. Ez azt jelenti, hogy ha ő nincs, akkor az állam központilag ellátja a tűzoltósági feladatot. De mivel van, ezért mi ezért fizetünk. Az állami központi szolgáltatásokért nem kellene fizetnünk, de mivel önkormányzati tűzoltóságról beszélünk, hogy kell fizetni, ez most már igen gondolom 2 millió forint feletti összegben, ez havi 115 forint per lakosság. Annyit elértünk tavaly, tisztelt képviselőtestülettel megszavaztuk, hogy mi kiléptünk az önkormányzati tűzoltósági társulásból. Ennek egy oka volt, hogy amikor bedől a tűzoltóság, tehát az önkormányzati rész, akkor az ott dolgozóknak a végkielégítése nem fogja terhelni csak a térközség önkormányzatát.
Van kúriai döntés van erről, a EPLÉ megpróbált ellene menni annak, mert ő is azt gondolja, amit mi, hogy felesleges ez a feladatellátás, mert az állam maga átvenni őket, és ő ezt tudná biztosítani, és alapvetően 0 forintjába kerülne az önkormányzatoknak, tehát a településnek. És EPLÉ is ugye már régen megszavazta, hogy ő ezt nem szeretné, sőt ő nem fizetett díjat sem az észnek. Elment a tűzoltóság a legfelső bíróság, és a tűzoltóságnak adtak igazat, és kamatosan ki kellett fizetnie az önként vállalt feladatot, amit EPLÉ különben nem vállal. Tehát míg tavaly nem sikerült azt elérni, talán a választások miatt nem sikerült elérni, hogy majd idén a választás is mit szólnak, az IRCI önkéntes önkormányzati tűzoltóságot oszlassuk fel, ezért igen is a költségvetésünkben egy jelentős tétel lesz, mert nem nagyon tudunk mit kezdeni. De dönthet úgy a tisztelt képviselőtestület, hogy politikai csinadratta is, hogy ezt pénzforrás is nem szabad támogatni, meg lehet csinálni, de akkor majd a kúria végzés alapján kamatos kamatot fognak tőlünk kérni arra az időszakra, amit nem támogattuk. Ez a támogatás az elvi dolog. A gyakorlati tapasztalatom különben az, hogy az IRCI tűzoltóság sok munkát végez a településekért, de ugyanezt a munkát el tudná végezni akkor is, hogyha központi állami fenntartás lenne, mert úgynevezett fehér folt alakulnak ki itt ebben a térségben, az IRCI nem lenne tűzoltóság. Tehát ismét mondom, ha bezárnák, akkor az állam maga hozná létre az IRCI-n a tűzoltóságot, csak nekünk nem kerülne pénzünkbe. Én szeretném kérni a tisztelt képviselőtestületet, hogy az IRCI tűzoltóságnak az éves támogatási igényét akkor legyen szíves támogatni az előterjesztésben szereplő összegekből. A végösszeg önkormányzatot mennyit terheli? Minden önkormányzatot lakosság szám alatt, ha rágyosan mondom, hogy minden van írva, 115-ször hányan vagyunk? 2 millió, nem vagyunk, Erika. 200 ezer vagyunk 1913 évszámlálás alapján. Durván 2 200 000 forint per éves. Nagyon sok. Rengeteg pénz. De kell fizetnünk, tehát ez olyan, mint az orvosi ügyelet is olyan volt. Most már hál' Isten, abban nem kell beszállni, ebben még belekeszel. Jó. Aki támogatja az IRCI önkormányzati tűzoltóság támogatási szerződését, kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen. Hadd ilyen. Csetén település és Kolicsert kastély népszerűsítésének lehetősége. A tavalyi évben ezzel kapcsolatban volt már szerintem pont augusztusban vagy szeptemberben egy ilyen lehetőség, akkor mi ezt nem tárgyaltuk. Mert én azt gondoltam, hogy a Timi az, aki közművelődési munkatárs együtt él a hivatallal, vagy a kastéllyal, bocsánat, és rendezi, szervezi a programokat, illetve látja azt, hogy milyen módon sikerül növelni a kastély látogatottságát, illetve mi az, amire esetleg igény van. A tavaly évben is jelentős többlet látogatónk volt, ami a nyugdíjas csoportok megszólításából eredt, és az iskolák, ugye? És az iskolákhoz küldtünk tájékoztatót maga a kastélyról. Én egy-egyben átadnám a szót a Timinek, mert hogy ebben a részben én maximálisan bízom az ő megítélésében és munkájában. Aztán nézzük, hogy milyen ki belőle. Jó? Köszönöm szépen. Több beszámolót is átküldtünk, amelyek nagyon jól rámutatnak arra, hogy a Bolicser kastély milyen fontos és kiemelkedő szerepet tölt be a település életében. Először is összegyűjtöttem a 2023-as évi programjainkat és rendezvényeinket. Ugyanezt egy Excel táblázatba is összesítettem, és itt külön piros színnel kiemeltem, hogy nagyon jól látható legyen, hogy melyek voltak azok a programok, amelyek a kastélyban, illetve a kastélyparkban, kertben kerültek megrendezésre. A kastély több funkciót tölt be. A telepedő lábja, csak nekem piros, gyorsan körbeadom. Rajtunk spórolni. Jó, akkor ahova a kastély van írva, igen. A kastély több funkciót lát el. Először is közösségi szintérként működik, a kulturális programjaink nagy része itt zajlik.
aztán mint látogatóközpont üzemel, valamint itt kap helyet a Csepényi községi könyvtár is. A kulturális programjainkat több felületen közé tesszük. Az első évben Facebook és Instagram oldalunk volt, illetve a Csepény község honlapján belül a kastély honlapja is megtalálható, illetve pedig egy folyicserappal is. És időközben sikerült több olyan partneri kapcsolatot kialakítani, ami a kastély és a település jövendét viszi tovább. Ilyenek például szórólapokat készítettünk, partneri kapcsolatot alakítottunk ki a Jászsdi Bodzaházzal, a Bakonybélben, a Pannon csillagdával. Jelen vagyunk az Irci turizmus oldalán, a Napló szerkesztőségében, Beolban, Ritmányi Zita újságíró rendszeresen tájékoztatja a környékben élőket a csepényi eseményekről. Jelen vagyunk a kastélyok.hu, kastélyok.com oldalon, a 81.000 tagot számláló kastélykedvelők csoportjában, Bakonyi csodákban, kastélyok, várak, látnivalók csoportban, hazai kastélyok, úrják, villág csoportban, illetve van még egy kisebb csoport is, aminek tagja lettünk, a magyarországi kirándulást hittek. Itt a településen, a település életéről még a hírmondó az, ami nagyon jó tájékoztatást nyújt. Évente 2-3 alkalommal jelenik meg, igen, tartalmas formában. Jelenleg folyamatban levő marketing ügyek. Az ATV-től kaptunk, illetve a Hír TV-től reklámajánlatot. Az útirány.hu-tól kaptunk reklámajánlatot. Illetve ezt nem hoztuk be, de folyamatban van a programturizmus és a Kajla útlevélnek az intézése is. És hogy miért is tartom fontosnak a marketinget? Nagyon jól látható, 2 szezonban dolgoztam nyáron. Az első évben mondhatjuk azt minimális reklámmal 800 látogatónk volt, aminek nagyon örültünk. Ezt sikerült megnövelni úgy, hogy a következő évben a nyitásra megszólítottuk a nyugdíjasokat, országos szinten küldtünk minden nyugdíjas szövetségnek egy tájékoztatót a Csepényi kastélyról, illetve minden iskolába, minden tankerülethez juttattunk még egy levelet. Így az őszi időszakot, októbert, azt 2896 látogatóval zártuk már le. Hogy miért fontos a marketing. Ebből is nagyon jól látható, hogy a reklám az hozzájárul ahhoz, hogy a településünknek a jó hírét kiépítsük és fenntartsuk, gyorsabban el tudjuk érni ezáltal a céljainkat, és hogy mik a céljaink. Szeretnénk új célcsoportokat elérni, ezzel a látogatószámot tudjuk megnövelni, településünket is vonzóvá tudjuk tenni. Elmondhatom, hogy az ide látogató csoportok nagyon-nagyon jó szájízzel és pozitív véleménnyel térnek haza. Mindenkinek nagyon tetszik a Csepényben folyó munka, a kastély, a kastélykert, és tényleg egy nagyon tartalmas, értékes tárlatvezetést kapnak Csepény történetével, kastély történetével kapcsolatosan. A reklámok által tudjuk a szolgáltatásainkat népszerűsíteni, és amit nagyon fontosnak tartok, ezáltal a bevételeinket tudjuk növelni, illetve a fenntarthatóságot tudjuk biztosítani. És akkor az ajánlatokat, hogyha megnézzük, van egy ajánlatunk az útirány.hu-tól. Az ajánlatuk magában foglalja egy weboldal elkészítését, beüzemelését és az adatoknak a közzétételét. Egy munkanapon belül vállalják a tartalmaknak a megjelenítését. Ennek van egy egyszeri díja, ez 250.000 forint, utána pedig havi általán díjat kell fizetni. Az alapszolgáltatásnak 30.000 forintos díja van. Illetve ez kiegészülhet egy közéleti magazin elkészítésével, amit évente 3 alkalommal biztosítanak. Országos nemzetközi szinten megjelenik ez a közéleti magazin kisfilmes formában. Ennek a díja 35.000 forint. Valamint hozzácsatolható egy település tárgyú megjelenés,
Itt már nem csak a kastélyt, hanem az egész településnek a szolgáltatásait megjelenítik. Tehát minden olyan esemény publikálnak, ami a településen zajlik, mindenféle hírt, a rendezvény, de lehet egy felújítás, egy buszmegálló, egy gyalogos átkelőhely kialakítása, illetve összegyűjtik a csetényben fellelhető szolgáltatásokat is, legyen ez egy fodrász, egy vendéglő, egy autószerelő műhely és GPS koordinátákkal bárki erre rá találhat. A településnek ezért is számláz napi szolgáltatói díjat, ez 150 ezer forint évente. Az útirány.hu-nak az ajánlata, ez inkább regionális jellegű. Kaptunk média ajánlatot a Cinemax-től is. Két lehetőség van a megjelenésre, az egyik az ATV-n, a másik pedig a Hír TV-n. Mind a kettő főműsoridőt foglal magában. Az ATV-s az 6 darab megjelenést tartalmaz, és 10 másodperces reklámszpottal tudunk megjelenni. Ennek az ára 420 ezer forint plusz áfa. Ez tartalmazza a kisfilm elkészítését, vágást, utómunkálatokat, és megkapjuk az elkészült reklámspotot, valamint a Hír TV-s ajánlat a másik, ez annyiban különbözik, hogy 5 darab megjelenés van, ugyanúgy 10 másodperces spotokkal, ennek az ára 240 ezer forint plusz áfa, és ugyanúgy ez az összköltség, ez tartalmazza a spot készítést, helyszíni forgatást, stúdiós vágást, utómunkálatokat, 5 darab megjelenést. A kisfilm alatt végig feliratban látható a cégnév, a cím, a telefonszám, a weboldal és a logó. Annyi, hogy mind a két alkalommal van egy operatőri kiszállás díja. Az úti költség 90 forint per kilométer lesz. Hát ennyi lenne a két ajánlat. Tavaly már megkeresnek augusztusban bennünket. Nagyon hasznosnak tartom, ez egy országos szintű megjelenés, nagyon intenzív, ugye 5, illetve 6 héten keresztül jelenünk meg a televízióban. Ez már egy országos ismertséget adhat, és különösen a nyitás előtt, nyitás körül, tehát ez nagyon hasznos lenne, én azt gondolom, hogy a... Oké, én köszönöm ezt is a munkát az elmúlt éves. Szerintem látszik az, hogy a településnek ismét van kulturális élete. Rengeteg rendezvényt bonyolítottak le, vagy bonyolítasz le, és öregítettek csepényt. A három beadott ajánlattal kapcsolatban, én az útirányjal kapcsolatban azt gondolom, hogy nem. De ez csak az én értésem, hogy nagyon egyszerű oka van. Ha jól értem, ezt most mindent megcsinálják. Igen. Jó? Tehát, hogy ráadásul van normális honlapunk, amilyen szakjára hozzá tudom nyúlni, tehát egy honlapcsegyre nincsen szükség, frissíthető, értjük a kezelését. A híreket mi magunk is fel tudjuk tölteni a honlapra, és a különböző közösségi médiákban is rendszeresen megosztjuk, illetve volna eljutott még a bárhova máshol is. Tehát nekem valahogy az ő ajánlatukban a valós hozzáadott érték hiányzik, mert hogy minden meg van oldva. Házon belül. Az ATV-nél és a Hír TV-s megjelenéssel kapcsolatban, akkor ezek egy nagyon rövid, valójában 10 másodperces reklámspot, ami kizárólag a kastélyról szól, mert a településről sem, mert a kastélyt szeretnénk reklámozni a kastélyról. És a, mondjuk érdekes nagy különbség van árban az ATV és a Hír TV között, nem tudom, hogy ez a nézettség miatt van így. Ez most egy kedvező bár, azt hiszem, hogy a míg az ATV-nek az ára az a tavalyihoz, augusztusihoz képest kicsit emelkedett, addig a Hír TV-t ezt később is kaptuk, ez egy kedvezményes megjelenésként. Ugye a másik, hogy a nem hozott el, az meg most a belépő? Most 600 forint a kedvezményes jegy, és 800 forint a teljesen. Tehát a durván mondjuk egy évben azért, ugye nem mindenki fizet, nem mindenki. A helyiek nem fizetnek, akkor egy millió, egy 200 ezer forintnyi bevételünk van a
kastély egy értékesítésből? Hát nem számoltam így utána, azt tudni kell, hogy körülbelül, tehát csoportok jönnek javarészt, tehát a legtöbben 600 forintos kedvezményes belőle. Szerintem nagyjából ennyi biztos, hogy megvan. Ugye az előző évhez képest azért ez jelentős növekmény, ugye ez is adja annak a lehetőségét, hogy tényleg a kastélyba tudunk költeni erre arra, mert hogy ezt mindig visszafordítjuk a kastélyra, ami onnan származik bevétel. Tehát elméletileg ilyen bevétel, tehát egy ilyen reklám hozhatna olyan bevétel növekedést, ami ezt ki tudja termelni. A Hír TV esetében egy 500 fős növekmény az már nulladót jelentene egy évben, utána az megmarad, tehát ez mindig hozna. Az ATV esetében szerintem egy 6-700 fős növekményre is szükség lenne. Bár ugye mi nem értjük a vendéglátást és a turizmust, hanem tanuljuk együtt a környezetünkkel. Én azt gondolom, hogy lehet pozitív haszna, még mielőtt valaki azt gondolná, hogy ez is úgy szintén politikai hirdetés, nem, ez szakmai hirdetés és turisztikai jellegű. Nem nyilatkozik benne szerintem a tévén kívül senki. Hát lehet, hogy egy szöveget te írsz alá. De hogy ez nem ez arról szól, hogy legyen több bevétele, hogy legyen fenntartható a kastély. Nem szabad elfelejteni, 2021-ben készült el az intézmény. Ugye a használatból eredően vannak benne már látható kisebb hibák. Ugye a salétrom az sajnos az nem áll meg. Ezek nagyon minimális dolgok, de ezek egyre jobban növekedni fognak. És a kastélynak a fenntartás, a fenntarthatósága az egy nagyon súlyos tétel lesz minden évben az önkormányzat számára. Tehát ha nem is 24-ben, de 26-27-ben ez már egy fájó tétel lesz. Tehát el kell kezdeni a kívülről az újraszínezést, mert a műemlékvédelem miatt nem lehetett hálózni, hanem csak festő van, az elkezd leforogni. Bent biztos, hogy kell egészségügyi festést csinálni, és ugye akkor a felület, akkor a négyzetméter, a pénz kell. És ha a kastély önállóan ezt képes kitermelni, akkor lennénk igazán boldogok, de azért valójuk velünk őszintén nem fogja tudni kitermelni. Tehát tízezres nagyságrendű látogatóra lenne szükség. De most a pincével talán oda tudunk majd érni, hogy ott egy újabb rendezvényteret tudunk majd kialakítani, hogy lesznek ablakok meg klimatizálás. És akkor mi az még egy programot tud jelenteni, áremelésre is adhat lehetőséget. De hát én mindenképpen javaslom megfontolni a képviselőtestületnek azt, hogy valamelyik spotos hirdetést akkor vegyük meg, viszont én nem döntenék az mellett, hogy Hír TV vagy ATV. Én költségkeret mellett döntenék, és én rábíznám ezt a tévére. Tehát, hogy kérjétek be azt, hogy mennyi a tudatottság nézettségi adat, és ha kell az ATV-nek is lehet adni egy ilyen last collection-t, ami azt jelenti, hogy megmondod, hogy figyelj, van erre is ajánlatunk, megcsináljátok? Annyiért. Tehát, hogy alatta. Mint az itt lévő ajánlat, ez az én javaslatom. A munkát ezt mindenki megköszönöm. Tehát az hatalmas munka, ami benne van a szervatív teljesítményében. Még valakinek esetleg kérdés, János? Bocsánat, hogy ebben a rövid filmben csak a kastély. Csak a kastély szerepel, igen. Arra nem kéne valami, hogy esetleg az egész falu teljesen bemutatva plusz a kastély. Hát 10 másodpercre van szó, úgyhogy ez egy nagyon rövid idő. Nem is félre bele a 10 másodpercre nyilván, de egy nagyobb filmre esetleg, hogy az egész falu bemutatva. Azt Veszprém megcsinált, az vannak Veszprém tévések, akik erre adnak ajánlatot, és az töredék három, mint Budapestről előtt az. Értem. Meg ugye, bocs, hogy szabadul vágok. Ugye egy település bemutatása az nem egy adott időpontot jelent, hanem az egy éves munka. Minden évszakban kijönnek felvételeket csinálni, és akkor úgy lehet szépen bemutatni a települést. Ez ha idén lesz is erről döntés, szerintem június előtt azért nem tud lenni, mert hogy a költségvetésünk az takkos, és ennek a leghamarabb elkészítése, vagy hogy éveszessük, az 2026, mivel addigra élünk körbe a négy évszak. Jó. A másik pedig az ATV-vel kapcsolatban, hogy nem figyelte le pillanatra, az milyen összeget is mondott? 420 ezer forint. 420. Jó, oké, köszönöm szépen. Bende? Ez egy cég a hirtél a tévé. Az ajánlatot, hogy egy fölgyől kaptam, és aki nem a fogja. Jó. Majd ajánlatok volna. Meglepítem a hirtel. Jó van. Szóval én azt javaslom, hogy tehát egyet próbál.
esetleg Dalbi? Nekem is az a véleményem egyrészt, hogy ez a elmúlt időszak, ezt a legyen alkalmazás, hogy nagyon jó kulturális élet és rengeteg program van a településen, ami igazából szerintem a környező településekhez képest is, mert akár egy kisvárosével is kötekszik, és ha bármikor látják, hogy én elmesélem, hogy mi történik itt, akkor csodálkoznak, hogy Úristen, mik vannak itt, és milyen jó lehet itt úgymond élni. És ez abszolút átámasztja az elmúlt időszak is, és abszolút támogatom, hogy jutjunk egy kicsit, vagy szintet, és hogy tényleg ezt tovább tudjon fejlődni. Amellett, hogy tehát én is azt mondom, hogy mindenképpen valamit lépünk ebben az irányba, és jó lesz, hogyha legalább egy ilyet kipróbálunk. Talán veszíteni nem fogunk vele, vagy esetleg nem is nyerünk, de még az is előfordul, hát az is benne a papírban, remélhetőleg. Illetve én még most azon is ilyen gondolkodtam, hogy a belépő díjak, mondja most azért itt mindenhol az árak emelkednek rendesen, hogy belépő díjakat nem akarnánk elővizsgálni esetleg, hogy emeljünk rajta egy kicsit a teljes áru, meg a kedvezés, amit egy ezres a teljes áru, és akkor itt alatt elkezdetni, és egy 800 forint egy ülépni egy kicsit. Nem hiszem, hogy ez nagy megterhelést jelentem, hogy ez visszaesést jelentem el a forgalomban, viszont azért a bevételbe hátra egy kicsit jobban megjelenne. Köszönöm. Nagyon tartom én is a Tímeának a munkáját, a közösségi élet előre mozdításában, de én nekem, ez csak most a véleményem, de választás lesz. És ezzel nem lehet várni választás után, júliusban, majd a következő testület szavaz erről. Ha mindennel arra megyünk, hogy várunk, amíg jön a következő testület, az azt jelenti, hogy nem csinálunk semmit. Hogy nem működnek a közszolgáltatásaim. Nem a mi, nem bank vagyunk. Ettől függetlenül a pénz felhalmozását szeretjük, hogy minél több pénzünk legyen. Timi több módon elmondta, hogy a szezon előtt kell eljuttatni az információt a vendégseregnek, hogy a szezonra ide érjen. Egy ilyen épületnek a szezonja, az tavasz és ősz. Nyár, az a vizes fürdőhelyeknek a szezonja. Az nem csetényi, bár hűs lesz a pincébe. Tehát haladni, ugyanúgy haladnunk kell előre. Lehet ez egy vélemény, amit majd minden egyes olyan tételnél elmondjuk, amikor szavazunk, de mit várunk a választástól? Jön a választás, majd jön az új képviselőtestület, jön esetleg egy új vezető. És mit fog mondani? Nem kell a kastély, nem kell a bölcső, nem kell az óvoda, nem kell a gyár, minden rossz, ugye? Tehát, hogy ön is elmondta nekem többször, kastélyban, amikor először bement és megnézte, ez tényleg nagyon szép. És ez így van. És a szépet mutatni kell. Tehát az, hogy erre mi büszkék legyünk, és amikor döntést hozunk, az felelősségteljesen hozzuk a döntést. Ma a döntés az arról szól egy. Van-e pénzünk arra, hogy támogassuk a teljesen jogos felvetését a Timinek, hogy reklámozzuk jobban a kastélyt. Ez egy döntés. Ebben szerintem függetlenül választáson segítenek a választás, mert hogy nekünk haladnunk kell előre. Erre azt gondolom, hogy megvan az igény, hogy támogassuk. A következő döntés az az, hogy itt van három anyag. Mind a hármat akarjuk-e, és az 1 millió vagy 1,5 millió forintba kerül, vagy a háromból csak kettőt akarunk, melyik kettőt, vagy mindösszesen egyet. És itt jön az, ha választással foglalkoznék, mondjuk én személy szerint, akkor itt kardoskodjuk, hogy minden, plusz még a Nicktoonson is jelenjen meg kávé. Azt hiszem, mert azt szokták nézni a gyerekek. De hogy nem. Ez egy próba, hogy vajon fog-e majd hozni többet bevételt az önkormányzat számára, és a következő testületnek termel-e hasznot. Mert hogy ez a hasznot nem ennek a testületnek termeli meg, hanem a következő testületnek. Tehát, hogy én megértem az aggódást, az önkormányzat legalább úgy fog állni június 20-ig, vagy június 1-én, mint 2014-ben áll. Jó? Attila? Én nekem csak az lenne a kérdésem, hogy esetleg nem lehet meg róla most dönteni, hogy melyiket válaszok. Itt van egyértelműen a két összeg, tehát nekem nem csak az alacsonyabb ár miatt is, egyébként is szimpatikusabb az
tehát lehetne most dönteni, és akkor nem kéne plusz lehetőre, kéne arra, hogy most egyeztessen, hogy ki lefaragni még. De. Szerintem ez egy elfogadható lehetne, és akkor azt... Ne. Igazad van, köszi a felvetést. Egy van, hogy biztos, hogy alkudni. Ugye? Minden szalon alkudni. Olyan nincs, hogy olyan, amit István Áron megbeszél. Tehát én olyat még nem láttam. Én javaslatom az, lehet róla most dönteni, hatályba lépni, kizárólag a jövő heti költségvetés elfogadása után fog, de az elvi döntés az meg lehet. Viszont én azt mondom a Tibinek, hogy a 4.20 meg a 2.40 között vagyunk félúton, mondjuk 3.50-nél, hogy kapjon 350 ezer forint plusz áfa összeget, úgyis egy cég. Mindegy, hogy egy cég vagy nem egy cég. És a 350 ezer forint plusz áfából hozza ki a legjobbat, amit ő gondol. Az ő kapját egy külön keretet, hirdetés keret. Timi, nekem tök mindegyik, a hírtévét nem nézem, és nem nézek ATV-t sem, és Magyar Egyet sem nézem. BBC-t szoktam hallgatni, de ezt még nem értem. De jól hangzik. Jó, hogy Timi szerintem látja ezeket, ismeri, mérje föl, jól meg szokta határozni a látogató közönséget is, jól megfogja ezeket a dolgokat, ezen nyugodtan megbízhatjuk. Kötelezettségvállást ettől nem tehet, természetesen. De hogy előkészíti azt a papírt, amit majd én aláírok. És akkor én azt mondanám, hogy 350 ezer forint plusz áfa keretér szervezze meg a hirdetést. Ha ezzel egyetért a képviselőtestület. Jó, akkor egyetért azzal, hogy a Polcsen kastély népszerűsítésére egyszeri 350 ezer forint plusz áfa összeget nyugalja a testület reklámspotok gyártására, akkor ezt kérem készfeltetásra érezzem. Igen, nagyon szépen köszönöm. Jó. Nincs itt a betű. Ja, bocsánat. Semmi baj. Akkor a következő a képviselő, az nagyon nyilatkozottan egyszer megvoltunk. Villamoshálózat fejlesztése a Szőlőhegyben. Múlt héten szombaton délután volt egy lakossági tájékoztató a kastélyban, ami az én véleményem szerint jól sikerült, sokkal többen voltak, mint a köznök hallgatáson. Alapvetően a lakosság tájékoztatott arról a lehetőségről, hogy Szátár után Csetényben is a Varga-hegyi Szőlőhegy, ember ez a pontos név, valami ilyesmi, Varga-hegyi Szőlőhegyen a villamos hálózatot vigyük ki. Aláírták 42 személy írta alá, ezek különböző személyek természetesen, de valakinek több tulajdon van, tehát így azért elmondhatjuk azt, hogy az ingatlan tulajdonosok jelentős része ott volt. Az elhangzottakkal szemben ellenvélemény nem fogalmazódott meg, hiszen ennek a díja az a lakosságra nézve ingyen van. Ennek egyedül akkor van díja, amikor rákötés van, amikor a hálózatra csatlakozás van a telep tulajdonosok részéről. Megírásra kerül ezzel kapcsolatban majd egy meghatalmazás, ami gyakorlatilag ennek az egésznek a végigvitelét fog jelenteni. A képviselő testülettől elvi döntés kell arra vonatkozóan, hogy ezt a fejlesztést támogatja. Az elvi döntésnek anyagi vonzata lesz, de nem olyan anyagi vonzat, hogy nem jön vissza. Olyan anyagi vonzata van, hogy régen ingyen csinálta az EON a kiépítést, és várta azt, hogy rácsatlakozzanak a szálláson, és ez volt az, hogy a tulajdonosok a hálózatra. Az EON belátta, hogy ez neki nem jó, hiszen ő profitorientált cég, mert hogyan csatlakoztak az emberek, kiépítette. Ezért ő letétbe fogja valószínű kérni a kiépítés költségét, és amikor rácsatlakoznak a tulajdonosok, akkor visszaadja. De igyekszem elérni, hogy lehet elkerülni a letétbe helyezést, szerintem nagyon egyszerű módon az elkerülésnek, hogy már a kezdő időpontban 40-en aláírjuk, hogy mi kérjük a csatlakozást is. És ugye ezzel megvan a megtérülése az EU-nak, így nem kell az önkormányzatnak letétbe tenni. Ezt a pénzt, amikor letétbe kéne tenni, tehát ugye most el kell nyitani a feladatot, az EU támogatást ugye megadjuk, ha minden igaz, a 2027. És addig is majd lehet azt mondani, amikor az EON szól, hogy fizesse be az akkori képviselőt, testület azt mondja, hogy olyan gazdasági helyzet, hogy bocs, srácok, nem tudjuk befizetni. Tehát ilyen előfordulhat, de az, hogy el tudjunk indulni, és
a lehetőség meglegyen arra, hogy ott villany lesz, ahhoz az önkormányzat eltámogatásnak szükség. Szerintem a képviselők közül egyedül Attila volt ott, mert érintett volt. Ő is be tud számolni az ott elhangzottakról. Röviden, ha gondolod, talán én örülnék, de mindig csak az lenne, ahogy én látom. De szerintem jól alakult. Jó volt, minden jól alakult, tényleg elég sokan voltak az érintettek közül, meg jó volt az előterjesztés, és mindenki tudomásul vette, miről van szó, érthető volt, mindenki megértette, hogy miről van szó, és szerintem mindenki közülben támogatta ezt a dolgot, úgyhogy én most is támogatnám. Jó. Támogatni fogom. Jó, akkor itt a még valaki kérdés. Jó, aki nem volt, ugye akik nem voltak ott, azok úgy szintén kapják majd most az újabb levelet. Lesz egy egyhetes időablak, amikor be lehet jönni az önkormányzathoz aláírni, hogy akkor majd benne lesz, hogy teljesen támogatta, kell hozzá csinálnunk egy nagy vázrajzot, tehát azért ezzel most lesz adminisztrációs munkánk. De aki nem volt ott, annak is meg lesz a lehetősége természetesen a csatlakozás. De minél többen írjuk alá, minél nagyobb létszámban telektulajdonos küldi, telektulajdonos képviseljük, annál nagyobb esély van arra, hogy még a letérbejegyzésre kelljen elvégezni. Jó? Jó, én köszönöm. Igen? Még azt szeretném kérdezni ehhez kapcsolódóan, hogy arról volt szó, hogy 50 méterig ingyen adja a kábelt a csatlakozóként, 50 méter ingyenes. Igen, igen. De tehát az, hogy nem elett esetleg az megnézve az aláírások alapján, hogy helyrajzi számok alapján, hogy kik azok, hogy van 42. Azt értem, azt tudom, mert azt ilyen számot a versenyek észre. Ezt az EON tömbösítve fogja nézni. Mi a Szőlőhegyet tekintjük alapnak. Értem. 42 az 2 kilométer. Igen. Csak akkor változik egy picit, hogyha mondjuk van 15 olyan egymás után, akik nem csatlakoznak hozzá. Ilyen nem lesz. Nem. Jó. Mert ugye ebben van a kézi munka, hogy fogod, és megvan a lista, és mész, és iratod alá. Erre nem kell semmiben, csak írd alá, hogy tudjuk menni. De ez, ami elmaradt az elmúlt években, tehát mi előgondoltunk erre, mint Szápárra, a Kudapeti Szápváron felgyűlt az ingulják, az a 105 tulajdonos végigtolta, hogy a két szőlőhegyen 105 tulajdonos van Szápváron. Tehát brutál nagy munkát csináltak. És egyszer visszadobták neki, mert egy embernek nem volt rendezve a hagyatéka. Azt szerintem Feszpó volt. Az ő lelki világában biztos. De látod, megcsinálta. Nagyon én örültem. Jó? De ezt el lehet kerülni ezt a problémát azzal, hogy házalunk. Fölkeresek engem. Persze. Okay. Jó? Jó, akkor a házatfejlesztése szövege. A valami testületi határozat szövege az az, hogy Csetén község önkormányzata támogatja a Varga-hegyi szőlőhegyen a telek tulajdonosok által beadott kérelmet, és igény esetén a beruházás összegét a szolgáltató letéti számlájára elhelyezi, azzal a feltétellel, hogy megfelelő számú rákötés esetén a letétbe helyezett pénzt az önkormányzat visszakapja. Pont. Ez így értelmes. Nincs ideje. Jó. Van esetleg ezzel kapcsolatban bármi gond? Ki akar szülőt venni? Most még bocsó. Jó. Ha nincs, akkor kérem készletadást jelezzük. Köszönöm szépen. 6. Igen. Következő napirendi pont akkor az a költségvetés? Igen. Azt hoztam fel, ugye? Igen. Azok után vannak. Jó, aki a költségvetésben nem érintett, az nyugodtan végezze a dolgát a saját szakterületén. Jó? Köszönöm. Jó, akkor tisztelt önkormányzat, nem is tudom, tisztelt képviselőtestület, akik már régóta együtt élnek velem a költségvetések elfogadásakor, azok tudják, hogy mindig elmondom, hogy nagyon jó lesz, de még iszonyú nehéz év van előttünk.
2023 év végén folyamatosan azt tudtam mondani, hogy tök jól állunk, jók vagyunk, és hogy alapvetően nem lesz gondunk. Ezt lehetővé tette az is, hogy folyamatosan tudtunk lekötni pénzeszközöket, tudtunk, nagyon sok saját erős fejlesztést tanultunk meg 2023-ban is. Ennek a legfőbb oka, két oka van, természetesen a legfontosabb az, hogy felelősen gazdálkodunk, a második az, hogy a helyi gazdasági társaságok, illetve a Csepény telephelyen rendelkező gazdasági társaságok iparizési adóbevétele erősen jó. Szerintem ezt én elmondtam októberben, novemberben, az decemberben már nem volt erről szó, de mindannyian talán emlékeznek, én akkor még fiatal voltam, de már dolgoztam a 2008-as gazdasági válságra. Azért az megfektetett mindenkit, hogy a Covid is megfektette az önkormányzatokat 2019-ben. Aztán a háború is odavágott nekünk 2022-ben, most meg odavág nekünk a kínai elektromos autó gyártó cége, és az, hogy a Európa elvitte azt, hogy kimegy Kínába gyártatni, és az olcsó lesz, és majd milyen jó profitot tudunk elérni, csak elfejtettük azt, hogy a kínaiak még a herendit is hamisítják. És amikor a herendi porszamonfaktúra pert indított a kínai gyártó ellen, akkor azt így lecsöpölték, hogy kitérjék, azt se tudjuk, hol van Magyarország. Ma ott tartunk, hogy az európai autóipari vállalkozások bemaradtak az öltözőbe, és elfejtettek kijönni a meccsre, ahol az autóipar újraosztása van, és nem a robbanómotoros autók vannak nyerésben, hanem a villanymotoros autók. Ezáltal olyan leépítési hullám van kibontakozóban, ami rettenetesen sok problémát fog okozni minden háztartásban, minden településen és természetesen a vállalkozások esetében is. A költségvetést, amit elkészítettünk, ennek függvényében igyekeztük úgy elkészíteni, ahogy Albert Mihálytól tanultuk, hogy a bevételeket alul, a kiadásokat felé tervezzük. Így a meglepetés, ami érhet minket, az mindenképpen pozitív. Mert ha több bevételünk van, örülünk, kevesebb kiadásunk akkor is, az egyen a legjobb, az mindenképpen javulni fog. De mindig fel kell készülnünk mindenre. Az idei költségvetésben ismereteink szerint hosszú évek után először nincs Európai Uniós forrás. Mert minden évben az elmúlt 6-7 évben volt egy jelentős Európai Unió által finanszírozott fejlesztési forrásunk, ami ugye jelentősen emelte a költségvetésének a fő számát. Ugye ezek a források, mivel csak meg tudunk megállapodni az Európai Unióval, nem állnak rendelkezésre ma jelenleg Magyarországon. Ha rendelkezésre fog állni, nagyon aktívak leszünk, és nagyon remélem, hogy 2-3-4-5 projektet behozunk, és azzal tudjuk tovább javítani az életminőséget településünkre. Tehát ez a mostani költségvetés, ugye két erős lába van, az egyik az állam által finanszírozott bevételek, a másik pedig a saját jogú bevételeik, amelyek épülnek fel adóbevételekből, és épülnek fel egyéb bevételekből, mint amikor étkezési díjat számlázunk ki például, vagy bármilyen egyéb szolgáltásból bevételünk van, ingatlan bérbeadás és hasonló. Ma ugye arról fogunk beszélni, el fogom mondani soronként, hogy melyik kb. Mit tartalmaz. Ugye ugyanezt az anyagot fogják megkapni majd egy szöveges előterjesztéssel a pénzügyes kollégától, a jegyzőasszonytól, és jövő héten, szerdán fogunk erről szavazni. Természetesen a ma elhangzottak alapján lehetnek majd változtatási kérelmek, bár igyekeztünk úgy elkészíteni a költségvetést, amit már mi előzetesen megbeszéltük, hogy például fontos lesz az ebra, fontos lesz a járda, megbeszéltük, hogy a járda mely szakasza fontos, ugye a Bernkunyadi, Kunyadi vége, Adi elejéig, és akkor az Orbánháztól ki a falu végéig. Ugye erre a tervezési megrendelést ki is küldtük. Nagyon egyéb fejlesztéseket nem tervezünk, és ennek a legfontosabb oka az, hogy minden bizonytalan 2024. május 31. napos vagy 31. Azért minden bizonytalan május 31. mert akkor dől el, hogy valójában a 2023-as év
az milyen volt a gazdaságtársaságok számára? Mert hogy van egy március 15-i előírt adófeltöltése a gazdaságtársaságok számára, és május 31-ig van az, hogy ha jól sikerült az előző év, akkor még rátöltenek. Ha rosszul sikerült, visszakérnek. Az nagy baj. És ha visszakérnek, ugye azt is kezelni kell tudni. És ugye a május végén van az, hogy tudni fogjuk, hogy szeptember 15, az újabb adó 15 vagy 30? 15. Szeptember 15 megint milyen újabb adófeltöltést fog hozni. 2023-ban meglepetés volt a május vége, hiszen valamennyi vállalkozás jelentős adófeltöltéssel jött. Ugye Csetén jellemzően szerintem 3-4 fajta szegmens van, ami az adóbevételeinket kapjuk. Ugye vannak az közszolgáltatók, ide még a telefont is ide tennék, jó? Tehát a gáz, víz, telefon, villany. Ugye ők nem csetényi székhelyek, de mivel itt is az állampolgárok itt fizetnek ki számlákat, a számlákon képződő nyereség, ráosztott humánerőforrás, az az iprőzési adó alapja, és akkor abból ide is osztják. Tehát ezt mindig megosztják ezeket az adókat a nagyvállalatok. Egyszer van ez. Vannak az egyéb szolgáltatók, ugye ilyenek nálunk a fémmegmunkálók, sok, ilyenek a fuvarozók, bár a kettőt én már most külön osztanám ebbe az évbe, de eddig se áll jól. Vannak a mezőgazdasági vállalkozók, akiket elméletileg a legkevésbé érint az infláció. Ellenben a legnagyobb adó visszaesés náluk lesz a mezőgazdasági vállalkozóknál. Valakinél 60%-ra visszaesik. A legnagyobbnál. És akkor ugye van külön utas, az pedig a gyár. Ugye kint a balli. Úgy néz ki most, hogy a fuvarosoknak a tavalyi megrendelési állománya, tehát a 23-unk az szerintem mindenkinek különben jó volt, kivéve a mezőgazdaságnak. A mezőgazdaság nem sikerült érvényesíteni ezt a hatalmas inflációt, mert az úgynevezett input termékek, ami a termékek előállítására szükségesek, akár műtrágya, vetőmag és hasonlók, azok az ára nem felfele. Ugye a gáz ár is megnyomta, tehát ugye a cibás is olcsón adta a műtrágyát a nitrogénüvegből. Ezzel szemben az eladási ára, mivel esős év volt, nagyon sok termény lett, az eladási árak alul vannak. Tehát a költségek felmentek, eladási árak alul, és az, ami 2022-ben volt a mezőgazdasági változásoknál extra profit, az 2023-ban az elment. És ugye ebből lesz most egy kicsi adóbevétel visszaesésünk ebből a részből. A fuvarozó és fémmegmunkáló vállalkozásoknál hektikus a helyzet, ott láthatjuk saját magunkkal is, hogy néhány fuvarozó vállalkozás autói itthon állnak. És itthon áll 6-7-8-10 autó. Egyesekinek máshol áll, de hogy nem mozog, mert az építőipar megállt Magyarországon, nincs útépítés. Talán a polgármester úr látja ezeket ugye legjobban, hogy az ilyen engedélyezések is vissza vannak esve. Nincsenek új útépítések Európai Uniós forrás hiányában, meg rosszul áll Magyarország költségvetése. Ugye ami ugye még itt szóba jön, az MVM és az ilyen nagyobb multinacionális vállalatok esetében pedig az a helyzet, hogy nézzétek, hogy ide akar venni valaki. Az a helyzet, hogy ők ugye tudták kérvényesíteni az árakban az inflációt, így jön állap extra profit kérdezett, tehát náluk valószínű jobb lesz. Van egy érdekes állatorvosi ló ebben a helyzetben, mondjuk a tavalyi évben, nagyon fontos lesz, hogy a székkereket működtető gazdasági társaság milyen üzleti eredménnyel tudott zárni, mert az év elején az egekben volt az ára, aztán szépen visszament a természetes szintjére. Ugye volt már régebben olyan mínuszba vették át az árat, amikor termeltek, de hogy tavalyi évben is például, hogy ők a tavaly előtti évben hogy tudták lekötni a kapacitásaikat, milyen áron. Ha magas áron kötötték le, akkor ezeket a tavalyi évük is jó. Ha nem kötötték le és leesett az ár, akkor nem lesz jó a tavalyi évük. Különben ő nekik az éves adóbefizetésének, a településünk adóbevételének a 10%-a a két székkerék, azt ne felejtsük. Nagyon sok. És ugye van kint az üzem, ami ugye újra könyvelte tavaly a
teljes évét azért, hogy az üdvözési adó csetén első részét megváltoztassa, mert én nem értettem egyet a könyvelési módszertanukkal, és ugye háromfajta képpen lehet könyvelni az adó, az üdvözési adónak a részét, és alapvetően abból adódik, hogy ma a tavalyi adóbefizetéseknek a 22%-át az üzem adja. Ez jó. Az idei évben, tehát a 23-as évük az tudomásom szerint nagyjából jól sikerült, és így a 24-re vonatkozó adóbevételek is jók lesznek. De a 24 az rendszeresen rosszul néz ki. Tehát így a 2025 lesz az, ami nagyon-nagyon nehéz lesz, hiszen a 24-t is tényleg. A költségvetésünket annak figyelembevételére terveztük meg, hogy a jelenlegi önkormányzat által biztosított szolgáltásokat szinten tartsuk, minimális fejlesztéseket elvégezünk, illetve a karbantartások azok nem állhatnak meg. Mert ha a karbantartások megállnak, akkor exponenciálisan többet kell majd rákölteni a feladatra a következő évben és az utáni évben. Ugye szinte valamennyi tevékenységet házon belül végzünk, tehát mind az önkormányzat, mind az önkormányzati gazdasági társaság végzik, de lehet, hogy a legkevesebb külső vállalkozót veszünk igénybe. Tavaly talán kaptak róla már ízelítőt, hogyha külső vállalkozóval nyilatnánk a füvet a faluba, akkor ez egy ilyen bő 15 millió forint lenne egy évben. Ha azon a színvonalon szeretnénk nyílni, mint most van, ettől lehet engedni, akkor persze keresek. De mi saját erőből azért ennek töredékéért megoldjuk. 785 ezer forint plusz áfát fizetünk havonta a temetőért, az útkarbantartásért, és a zöld terület karbantartásért az önkormányzati gazdasági társaságnak. Ezzel szemben a 1 négyzetméter fűnyírás 12 forint, és kell nyílnunk 8 hektárt, akkor az megvan 960 ezer egy nyírás. Szezonban nyílunk 15-ször füvet, meg is ez csak a fűnyírás. Örömmel vettem tudomást, hogy tegnap már kátyúztak a kollégák, ugye megvan a gépük hozzá, hogy tudjanak döngölni is, tehát szépen tényleg teszik a dolgokat. Én nagyon-nagyon elégedett vagyok, hogy állást. Na, a működési bevételeink ugye akkor hogy épülnek fel? Az önkormányzatok működési támogatása, amit az államtól kapunk, úgy kell nézni ezt a táblázatot, hogy alulról felfele. Tehát az 1-1-es pont, kiegészítő támogatások van 593 ezer, és onnan felfele össze kell adni az összes sort, annak a vége lesz 295.542.144 forint. Ugye helyi önkormányzatok működési általános támogatása az a 72.927.331 forint, ennyit ad az állam. Ebből kell fizetnünk a közös hivatal munkatársait, ebből kell fizetnünk az út, patka, temető, szociális támogatások és ilyen apróságokat is, tehát mindent ebből kell fizetni, és ebből kéne kifizetnünk a rezsit is. Tehát ebből kell fizetni a közvilágítást is. Tehát minden szart, 72 milliót ad az állam. Ezen felül az egyéb köznevelési feladatok támogatásában kapunk 112.003.658 forintot, ez az óvoda támogatása, az óvoda nem összekeverendő a bölcsödével. A bölcsöde az nem köznevelési feladat, hanem szociális feladat a bölcsöde. És ugye a következő, az óvodánál ebből kell fizetnünk a béreket, azt a 32,2%-kal megemelt béreket is, amik jelenleg az óvodában vannak. Nem foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy ez hogy kell odaadni, vagy nem, hogy lehet nem odaadni az óvodában dolgozóknak. Mert én azt vallom, ha az állam odaadja, akkor azt mi adjuk oda a dolgozóknak. Az, hogy jelenleg az óvodában dolgozóknak egy része többet keres, mint egy főosztályvezető, vagy hát államtitkári szint még nincsen, de alapvetően brutális ár van. Az itt jelenlévők közül nem ledegradálva senkit, de akkor kezdem magammal sértő egy polgármester számára, hogy milyen alacsony egy polgármesteri jövedelme ahhoz képest, hogy mennyit kap egy óvodában dolgozó. Sértő egy egészségügyben dolgozó számára, mindjárt mondom. Óvónő, vagy dada, vagy dajka, mert azért nem... Mindjárt mondom. Sértő egy egészségügyben dolgozónak is, sértő egy közlekedési iparban dolgozó számára is. És ugye amikor mi megkaptuk ezt a lehetőséget, akkor megvizsgáltuk a bért. És arra természetesen továbbra is igyekszünk figyelni,
hogy ez az olló, ez nem nyíljon tovább. Tehát a Dadáknál is végrehajtottunk jelentős mértékű emelést, mert hogy mindenkinek jár. De ami elő volt írva az óvónőknél, azzal nem nagyon tudtunk mit kezdeni. Én nem is értem, volt olyan önkormányzat, aki nem adta oda. De ha nem adja oda, akkor vissza kell fizetni. Tehát az állam azért adja, hogy odaad. Tehát te ebben egy ilyen elosztó switch vagy, vagy router. Elosztod, azt mész tovább. De mi igyekeztünk odaadni ezeket a támogatásokat a dajkáknak is. A kisgyermek nevelők azok, ugye bölcső, az más liga, ugye? Az a kisgyermek nevelők. Jó, amikor bólogattak, kell a megerősítés közt. Tehát, hogy minden munkavállaló esetében igyekszünk úgy kialakítani a bért, hogy hogy a megélhetéshez szükséges előálljon. Az én megjegyzésem az az, hogy szerintem ma az óvodában dolgozók, az óvodapedagógusok bére irreálisan magasabb lett. De nem az a sok, amit ők kapnak, hanem az a kevés, amit a többiek. És ez egy nagy különbség. Mert hogy nem jó ez a bérrendszer, ami Magyarországon jelenleg van. De mindegy, ezt nem mi csetéből fogjuk megváltoztatni. Mert ugye ez a sor, ez az óvodának a sora. A szociális és gyermekétkeztetési feladatok és család és gyermekvédelmi szolgálatnak az ellátása. Ugye egy szociális étkezésre kapunk mindösszesen 2.121.500 forintot. Itt azt megjegyezném, hogy a szociétkezés gyermekétkeztetésre kapott pénz az összességben 38-39 millió forint, amit kapunk az államtól. Ezzel szemben az önkormányzat 46 millió forintot fizet ilyen irányú feladatokra a konyhának. Ez azt jelenti, hogy az adóbevételünkből 8 millió forintot mi még mindig hozzáteszünk az étkezési szolgáltatások biztosításához. Azt nem kérjük el a lakosságtól. Tehát azért ez az adóbevételének is egy jelentős része, hogy mindig hozzáteszünk. Ez a 105.938.668 forintos sor tartalmazza a szociális étkezések díját, tartalmazza a családsegítési szolgáltatás díját, tartalmazza a bölcsőde, mini bölcsődei támogatását és a gyermekétkeztetés. A bölcsőde és mini bölcsőde támogatása mindösszesen 58.534.000 forint, ami szerintem majd felülbírálásra kerül, mert hogy mivel ezt tavaly évben kezdtük, de ugye idéntől kapunk rá a finanszírozást, a 15.800.000 a rezsi a dolgodának, ugye? És 5.600.000 a rezsi a bölcsődének. Hogy azért van annyi, van nem kisebb. Oké, hogy sokkal kevesebb gyereket látták, de a bölcsődei finanszírozás mindig jobb volt, mint az óvodai finanszírozás. Így szerintem egy évközi felmérés során a bölcsődei rezsi támogatásra számíthatunk némi bevételre. Tehát többlet támogatásra. Azt se felejtsük el, hogy a tavalyi év utolsó három hónapjában az, hogy a bölcsőde, ugye átadás, megnyitás mentek a minden szinte az ellenőrzések, a folyamatok, de felfűtöttük, készültünk, ott voltunk. 1.600.000 forint körüli volt a rezsiszámla. Tehát a villany, a fűtés, a felfűtés költsége. Még a világpiacon kerül, nem tudom, 100 forintba a fűtés, addig nálunk még a védet még mindig 700. Tehát nem véletlenül az NBA-nek, akkor a gyerekségem meg beszállok a malépa, ugye? Hogy vegyünk a repülőteret az NBA-ből, majd kiderül, hogy a kubai adták el a pénzt. De mindegy, ez nem a költségvetéshez tartozik. Tehát ezek a sorok találtak ebben. A következő a kultúrás feladatok támogatása ellátása, hogy arra 4 millió forintot kapunk, és ide kapjuk a kiegészítő támogatást, az 593.000 forintot. Ezek ugye tartalmazzák a béreket, intézmények, költségek, mindent tartalmaznak. Nagyon gyorsan ki lehet számolni, ha a fejbe nem is, mint Zoli bátyánk, de viszonylag könnyen kijön, hogy a kultúrás feladatok ellátására mindösszesen van 4.600.000 forint állami támogatásunk, ami még a személyi költségeket sem fedezi, nem hogy azokat a programokat, amiket mi magunk megszervezünk, megtartunk és finanszírozunk. Egy főiskolában rendelkező személy esetében a 368.000 forintos az a minimálbér, ugye? 326. Nap még szalad. Tehát bruttó 326.000 forintért azért főiskolai alkalmazottat olyan elkötelezettség előtti mi nem találni. Természetesen az ő esetében is a bírkompenzációt megtesszük, csak gondoljunk bele abba, hogy semmire nem elég, amit az államot pénzt. Tehát ez
ez a fajta finanszírozás. Minden ilyet az adóbevételeinkből finanszíroztunk eddig, és ezután is. Tehát ezek nem változtak, ez mindig így fog működni. A következő sor az az úgynevezett közhatalmi bevételek, ami ugye Albert Mihály után szabadon úgy van, hogy mindenképpen alul tervezzük, azért tervezzük alul, hogy ne érjen minket csalódás. De akarunk ezeket a sorokkal, senki ne értse félre, amit mondok, még játszani is lehet, hogy a számok jól alakuljanak ízlésünk szerint, de hogy ne csalódjunk, nem játszunk, mert felelősen gazdálkodunk. Ugye itt a adó, két típusú adónk van, ugye az egyik a jól bevált és bevezetett kommunális adó, azért gondolom, hogy jól bevált, mert hogy a rekultivációs területen egyre több zöld hulladék kerül elhelyezésre, és mennek az emberek, és lerakják, és kérik a kis terautót, és kiviszik, és szépen rászoknak. Még mindig vannak olyanok, akik szombaton levelet égetnek otthon, és tesznek hozzá műanyag flakont is, pedig van szeretik hulladékgyűjtők, tudjuk, látjuk, érezzük, hasonló. Még mindig van, aki vasárnap jut eszébe, hogy össze kéne vágni a fát, de mondjuk nem sok, de a legdurvább az nekem az volt, hogy hétfőn este fél tíz. Most. Az nagyon kegyetlen volt. Én nem értem, hogy akkor jött rá, hogy fázni. Tehát az nem lehetett éjszakás, mert hogy már addig elment a busszal. Nem lehetett délutános, mert még nem ért haza. Tehát legrosszabb esetben délelőtt is volt. De az meg fél háromra hazajött. Vagy irodai munkát végzett és ötre jött haza, de mindegy. Nem tudjuk megérteni mindenkinek a lelki világát. Ugye vajon típusú adóból van a kommunális adó, és van az úgynevezett iparizési adóbevételünk, ami 75 millió forint. A 2014-ben az iparizési adóbevételünk kb. 20 millió forint volt a faluban. Ezt azért mindenki. 2014-ben. De mindig voltak ilyen kiugrások, volt amikor 80 millió forint volt, aztán tavaly előtt 65, vagy 67 valahol itt volt. Ugye akkor csináltuk azt, hogy a 1-8-ról felment 2-re, plusz a Balufot újrakönyveltettük, meg jól sikerültek az egyéb cégeknek az adóévei, és akkor ott is azért ennél lényegesen több iparizési adó folyt be 2023-as évben, közel 100 millió forint folyt be, de ugye ezeket ugyanúgy a fejlesztésre rákötöttük, határozatok megvoltak minden. Aztán van idegenforgalmi adónk is, hiszen egyre több vendégházunk van a településen, bár egy személy fejleszti ezeket, 130 ezer forint adóbevétel szállóban, ezt bárisalapban terveztük. Aztán vannak egyéb működési bevételeink, a szolgáltatások ellenértéke, ugye a 141 millió 512 ezer forint a működési bevétel, ami két jelentős tételből áll, ugye az egyik a Balufnak a bérleti díja, ugye az nem nincsen semmilyen hatással a költségvetésünk, az jön meg. A másik az pedig az Erzsébet tábor, amire mindig pályázunk és azt megcsináljuk. Aztán vannak közvetített szolgáltásaink, bevétel, az önkormányzat kapja meg a, jól emlékszem, az óvodának a rezsijét, vagy nem az óvoda kapja meg a rezsit, és akkor az önkormányzat kifizeti, de kiszámlázzuk az óvodának, és akkor onnan van még bevételünk. És akkor vannak ellátási díjaink, ez a térítési díj, a szociérkezők, vendégevédés, gyermekétkeztetés díj. Van hála Isten az önkormányzatnak tulajdonosi bevétele is, ugye vannak önkormányzati ingatlanok, amik után lakbér kerül kiszámlázásra, lakbéren kívül ugye kiszámlázásra kerül még garázsbérleti díj is, az orvosi rendelő is bérleti szerződése van ellátva, és a doktor úr bérli, és ezen kívül kastélybelépő is már betervezésre került. Nagyon alacsonyan tervezte be a Tini 600 ezer forinttal, ezt azért érezzük, hogy ennél sokkal több a kastélybevételünk, illetve van a gyár alatt lévő területnek a bérleti bevétele, ami az önkormányzatot érinti minden évben, és van az egyik nagy gyülekezet is fizet bérleti díjat az önkormányzat számára, az is ebben a sorban van betervezve. Természetesen minden ilyennek a bevétel oldalon ugye megvannak az áfa tartalmai, az itt látható, könnyen kiszámolható az a bevétel sorokból. Vannak kamatbevételek, amikkel most rosszul állunk, mert hogy nem tudtuk lekötni a pénzecskéinket, bár nem lenne rossz, de majd ha egyszer lesz SMS módosításunk, akkor majd ezt megtesszük, mert annyira gyorsan változtatják a bankok a saját környezeteiket, hogy láss csodát, a legutóbbi nál megszavaztak a 8-at, majd azt mondták, hogy most nem 8, 7,5, mivel 8 volt megszavazva, 7,5-re nem lehetett lekötni, ezért maradt a számlán a pénzecske, és ott szépen várakozik,
és gyakorlatilag minden nap veszítünk rajta pár ezer forintot, de az éves szinten akár elérheti ezt a 2 millió forintot is. Az egyéb működési bevételek, itt ugye ez megint egy ilyen transfer sor, hiszen ez jön és megy kiadás oldal, és egyéb működési bevételhez van írva a közfoglalkoztatottak, tehát ezek a közmunkában a résztvevők, és az ő költségeik, illetve ugye van egy a szolgálati lakásoknál, vagy a négyes társasháznál van egy olyan rész, hogy ez karbantartás, mi annak a pontos neve? Működési alap. Működési alapot tesszük, de hogy mert régen az közös, igen, közös költséget vezettünk be, mert régen az volt a szokás, hogy mindig jöttek, hogy ez a bajunk az ingatlanban, az a bajunk, cseréljünk bojlert, cseréljünk csapot, cseréljünk ilyet, meg itt néztünk, hogy alacsony a bérleti díj, plusz még mit csináljunk ezt is, hogy ez nekem nem jön ki. Van egy háztartásom otthon, azt használom annak minden előnyét és hátrányát, akkor azt én fizetem. És akkor ugye nem nagyon tudtuk ezt dőlőre hozni, ezért létrehoztuk a működési alapot, és akkor minden hónapban a bérleti díj felett, akkor közös költséget is fizetnek nekünk az ingatlan tulajdonosok. Hozzáteszem a legjobb megelégedettségükkel, mert ugye ebből a pénzből például már azt hiszem mind a 4 cserépkája felújítása került. Az 2 millió forint. Tehát azért ugye egy ilyen cserépkája felújítás valamelyik volt, ami 700 000 forint volt, azt hiszem valami dupla. De azt is jött a vállalkozó, kiszámlázta, megcsinálta, szétbontotta, hogy mindig novemberben, mikor jön a fűtési szezon, mindig akkor találják ki rossz a cserépkáját, de azt is meg kell oldani, és ezt az ilyen rezsi vagy közös költségvel befolyó összegekből tudtuk kényelmesen finanszírozni, nem kellett azt, hogy tartalék, hogy innen-onnan elmegyünk, erre meg voltak a pénzek. Ugye így a működési célú bevételeink összesen 522.184.144 forint, és ugye akkor még vannak a felhalmozott bevételeink, ugye van egy ingatlan értékesítésből eredő bevételünk betervezve, az 120 millió forint, mindenki nyugodjon meg, a kastélyt ennyien nem adnánk oda. Ez a telek értékesítésből származik, hiszen ugye tavaly évben sikeresen más szinten lezártuk a Törekvés utcának a telekvásárlásait. A polgármester úr megy 14-én a főépítészhez egy rövid egyeztetésre, ahol 15, mindegy, nem van határodok. Elnökés, mert ez fontos. 15 igen, mert én már akkor nem leszek itt volt. 15-én a polgármester úr megy a megyei főépítészhez, megkérje az elvi bólintást, 16-án be van adva, és akkor február végén alapvetően utána terveztetünk a közműhálózatot, utána jön annak kivitelezése, és ha minden jó megy, idén már a tervek értékesítéssel megkezdődik, legalább előleg címszon. Ennek az értékesítési árbevételnek van egy ellenoldala, ami 95 millió forint az a ráfordítás költség, így ezen 25 millió forint a többletbevétel keletkezik 2024-ben. Ez nem eredmény, hanem csak többletbevétel, azért, mert 2023-ban kifizettünk ügyvédet, kifizettünk rendezéskermódosítást, kifizettünk területet, tehát ugye azokat kifizettük, és továbbra is fenntartom, és remélem, hogy a jövő is ezt fogja annak diktálni, hogy önköltségjáron kell adni a terveket a fiataloknak, hogy itt tudjanak építkezni. De nem olyannak nem adjuk oda, aki nem vállalja, hogy építés itt él legalább 15 évet. Nyerészkedni mi is tudunk. De mi nem azért vagyunk, hogy nyerészkedjünk. Jó, hanem azért vagyunk, hogy szolgáljuk. Így az a felhozás célú bevétel itt 120 millió forint, így a költségvetési bevételeink összesen 642 millió forintra nőnek. A finanszírozási bevételünk az ugye két részből áll, az egyik az az államháztartáson belül megelőlegezett bevétel, ezt ugye minden év végén, tehát hogy 2023-ban is kaptuk, évvégén kapunk az államtól előleget a következő évi költségvetés terhére, a béreket ilyen olyan tudunk rendezni, illetve van egy előző évi költségvetési maradványok igénybevétel, egy görgetett szám, ez csak egy ilyen, nem is tudom milyen szám, egy szám, 58.982.888 forint, és ugye ezek a kettőt még ha összeadjuk, akkor összesen a bevételeink 711.321.087 forint, nem emlékszem pontosan, hogy 2014-ben mennyi volt, de durván 220 millió forint körül lehetett. Azóta két dolog változott az önkormányzat finanszírozásában, két jelentős
három, de abban kettő jelentős. Az egyik, hogy a két csoportos óvodával szemben három csoportos óvodánk van, és nyílt egy két csoportos bölcsödénk. Ugye ezek a finanszírozási oldala egy jelentős, a harmadik az pedig a családsegítő szolgáltatás, a saját családsegítő szolgáltatásunk van, és nem Zirci központú ellátásra, hanem akkor az Zirci tele munkahelyet, és nem itt. Ugye annak ide ezt a döntést hoztuk. Egy pillanatra, ez az előző költségvetési maradvány igénybevétel, ez az 58 millió, ez hogy honnét, vagy előző évekből? Ez előző évekből gördülővel vica. Ez úgy van, hogy minden évben ugye megtervezzük a bevételeket, kiadásokat, felvisszük az előirányzatokat. És amit nem merítünk ki, mert nem használjuk fel teljesen, azokat az összegeket görgeti, illetve a bankszámlán, az összes számlánkon megmaradt pénz mennyiséget. Ez nem azt jelenti, hogy forintálisan 58 millió forintunk van. Tehát amikor már keresitek a számokat, az 58-at nem fogjátok megtalálni. Kb. Szabad pénzeszközünk ilyen 20 millió forint körül, amivel én szerettem volna zárni tavaly, plusz az adósságoknak az önkormányzatnak, mert az adósság is 7-8 millió forinttal tartoznak nekünk. Adóbevételből, étkezési bevételből. Jó? Jó, és akkor ezt most ne keressük? Keresheted, de ezt nem találod meg. Hát ezt a főkönyveken megtalálod, meg a bankszámlán az összeget, de így. Ezt az összeget pénzben, de akkor pénzben nem találjuk. Évvégén 29 millió valamennyi, pár százezer volt december 31-én. Ami pont 29 millióval több, mint amire gondoltuk. Tehát azt gondolom, hogy az jó. Kiadások, a személyi juttatások soron, ugye vannak a törvényszerint illetmények, ebben a foglalkoztatottak, kultúra, családsegítés, közfoglalkoztatás, és ami nagyon fontos, hogy be van tervezve úgynevezett diákmunka 10 főre. Ez egy rettenetesen rossz gyakorlat, 3 éve. Covid után találta ki tisztelt ház, hogy nem az önkormányzatok kapják a diákmunkásokat, hanem gazdasági társaságok. Ebből tudod diákmunkás dolgozni vendéglátásban, tudod dolgozni tervezésben, és erre támogatást kaptak a társaságok. Régen ezeket az önkormányzat kapta. Hogy füvet nyírjunk, takarítsunk, fessünk mindent. Jól értesült okoskáink kitalálták, hogy az önkormányzatokat még ezzel is lejjebb lehet nyomni, ezért elvették tőlünk. Viszont amikor meghirdetjük nyáron, hogy diákmunka, és elején nem jelentkeztek. Aztán 14 valig jelentkeztek egy-két ember. Aztán most jelentkeznek. Jelentkeznek 6-8-an, de nem kapunk státuszt az államtól. Most az a gyerek, aki dolgozni, akkor küldjük haza. Milyen példát mutatunk neki? Ha nem küldjük haza, ezért betervezzük, és saját erőből finanszírozzuk ezt is, hogy a gyerekek nyáron, akik itt dolgoznak az önkormányzatnál, akár gyerekfelületek, akár fületnyírnak, akár falunapon tevékenységet végeznek, ugye 20 napot dolgozhat egy-egy fő, ugye 10 főt finanszírozunk, ez több mint 2 millió forintunkba kerül, de aki dolgoznak, vannak munkát adunk. Tehát innen indulunk. És gondolom az idejében is erre meg lesz az igény. Ez a munka nem összekeverendő a középiskolai kötelező 50 órához. Az egy teljesen más sok. Béren kívül juttatások, ugye azok a munkavállalóknak a kafetéria része, ami kötelező törvényi adandó. Aztán köznevelési, egyéb költségek, azok az adómentes költségtérítés az alpolgármesternek és a polgármester számára. Ugye ebből van az, hogy sem üzemanyag, sem egyéb költség elszámolás, ami nem vagyunk jogosultak és nem is adunk le. Soha egy forint ilyen költséget nem számoltunk el, szerintem Endre sem, és én magam sem. A külső személy juttatásoknál ugye vannak a választott tisztségviselők juttatásai, ezek a képviselőtestületnek a díja, az alpolgármesternek a díja és a polgármesternek a fizetése. Ugye itt annyi van, hogy az alpolgármesternek a fizetéséből ugye annak a nettó összegét az alpolgármester folyamatosan felajánlja, civil szervezetnek, illetve ugye egyháznak, és ugye én azzal, hogy megváltozott az idő keretem,
én is a saját fizetésemnek az 50%-át egyéb tételre fordítom, ez a katolikus kiskápolnának a helyreállítására, mert az most elérhető közelségbe került. Ugye én hetente fizikailag az a héten 4 napot is itt vagyok, de órában bőven megvan a 40 órám, az biztos. De heti 3 napot fogok itt lenni, vagy 2-t, ahogy alakul. De ez nem azt jelenti, hogy nincs ügyfélfogadás, nem beszélek az emberekkel, vagy nem látom el a feladatomat, csak fizikailag nem akkor vagyok itt, amikor a kedves kollégák, mert ilyenkor reggel 6-ra jövök, és ott utána indulok a feladatellátási helyem. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, ugye itt azon közfoglalkoztatottaknak a díja van, akik a tevékenységük elvégzése során többletfeladatot látnak el, és tevékenységükkel valójában tényleg hozzájárulnak az, hogy a település így módon legyen. Igen? Most nekem eszembe jutott az, hogy volt róla szó, hogy a jegyzőasszony segíti valaki. Az a közös hivatal költségvetése. Az a... Persze. Azt én nem fizetném, az gazdák, hogy ki. És akkor ez a külső személyi juttatás itt a 2. Ez a 18.348.000, ez mi? Mit akar? Elmondtam, akár mondom még egyszer. Még egyszer. Lassan. Alatta van a képviselőké, az alatta van a választott. Úgy kezdtük az elejét, hogy alulról kell összeadni. Tehát ha összeadod a 2.907.380-at, és összeadod a 15.441.000-et, akkor kikapod a 15. Oké, jó. Jó, akkor elmondja még egyszer, hogy jó? Nem, jó. Oké, köszönöm. A következő napire, ugye akkor munkadókat kell, hogy járulékok vannak természetesen. Igen. A dolgi kiadásunk 217.330.000 forint, és akkor a és különféle visszítések, dolgi kiadások soronként. Készletbeszerzések, itt üzemeltetési anyagok vannak, mini tankolás van, az kb. 1 millióért tankolunk egy évben. Vannak anyagvásárlásaink, a rendezvényekhez és védőital, amit adunk ugye nyáron, hogy most is duva, meg télen mellette át, de azt nem számolunk el, a védőitalt például kötelező adni, amikor jön a munkaügyi ellenőr, hogy megkérdezi, hogy hol a munkavállaló, azt megmutatjuk távolról, akkor van a ruhája, megnézik, van, kap a védőitalt, kap. Ha valamelyik nem stimmel, akkor bukó, vissza kell adni a pénzt. Ezért mindig mindent adunk. Tehát ugye önkéntes munkába jelentkezett a Csizmadia Gyuri, a Gyurinak első nap rendeltünk cipőt, rendeltünk kabátot, ugyanúgy az étkezési szolgálat az étkezést megkapja, és ez mellett feladat elvégzését figyelembe vételével, ha ugyan még hetente támogatásban is részesíti az önkormányzat, nem bért kap, hanem támogatást kap. Ez egy nagy különbség. Az, hogy a munkájának mennyi hozadott értéke, ez most nehezen értékelhető még, de nekem pont elég érték az, hogy a napi tevékenységben rutin teszünk, és nem bolyong, hanem próbál valamilyen tevékenységet végezni. Vannak a kommunális szolgáltások, ebben vannak az internet, a telefon, kábelszat, és ilyen vagy kommunikációs és hasonló. Közüzemi díjak, közüzemi díjak, 25 millió forint közüzemi díj van. Ez nagyon fáj. Szerintem rossz ez a szám, de nem baj. Azért rossz, mert a villany az kevesebb. És azért kevesebb, mert egész évben fizettük a villanyszámlát, és amikor meg lesz az elszámolás, akkor nagyon reméljük, hogy valamit visszaadott a napocska, de ugye van egy nagyon nagy napelemünk az óvodánál, 20 kiló, mekkora? Lehet annyi. Kiló? 20 kiló? 20 kilovattos van, akkor ezen is van egy 6-os van a egészségházon is. Szerintem egy 2-3 millió forintnyi visszatérítésre én azért szeretnék számolni a villanyból, mert a fogyasztásunk alapján ennyit kéne fizetnünk, de nem veszi figyelembe a költséget, és mert ugye tényleg otthon dolgoztak a kollégák, ezt ténylegesen kifizettük. Tehát ugye amikor jön visszatérítés, akkor tapsolunk körülünk, hogy nőtt a tartalékunk. De hát ez brutális, ettől függ. A vásárolt élemezés, ugye az a
az önkormányzat által az élelmezési tevékenységet végző felé fizetett kötelezettség, figyelembe véve a szezonalitást, hiszen december közepétől már nincs iskola, nyáron pedig 2,5 napot bezár az iskola, így a gyermek után lévő bevételek ugye elmaradnak, kizárólag a szoc, és a vendégebédesek vannak bent, meg a kevesen, tehát ez figyelembe van véve. Ugye a bérleti és leasingdíjak, ezt az előbb is mondtam a bevétel oldalon, ott volt egy sor, mondtam, hogy Balóknak fizetendő bérleti díj, annak itt van az ellenoldalon, mert hogy ott mi egy ilyen tranzit díj van, valójában jön, megy, az önkormányzatnál az nem marad. Karbantartás, kisjavítások, ebben benne van a kastélykertnek a karbantartása, közvilágítás, karbantartás. 3 évvel ezelőtt találtunk egy szerződést arra vonatkozóan, hogy kicserélték a lámpákat, a közvilágításos lámpákat, nagyon sok volt a meghibásolás, talán emlékszünk rá, és akkor ez az évi 1.300.000 forintunkba fáj, de így legalább sokkal kevesebb a meghibásolás. Majd azért lassan ki kell írni 2 havonta azt, hogy hol van hiba, és akkor azt megint központilag mi bejelentjük az EON felé. Egyéb szolgáltatásoknál vannak a biztosítások, a virágosítás, falunap, hulladékelszállítás, ugye mesteri, amit én nem szeretném, hogy fizessünk, de törvénykötelezően fizessük, és tényleg ezek az apróságok lejelennek meg 10 millió forint értékben. A reklám tevékenységnél a hírmondó van betervezve, 2 hírmondó van betervezve, ugye lesz egy ilyen, szerintem egy ilyen összefoglaló tevékenységről, és minden képviselőnek lesz rá leköszönő képviselőnek lesz rá lehetősége egy ilyen utolsó, köszönjük az eddigi munkát, mindenki vigyázzon magára, hajrá! Mivel ezelőtt már igen, nem engedtél szóhoz jutni a hírozóban. Szerintem a hírmondóban nem volt politikai. Nem volt, volt a pillanat. Megvan, meg tudom mutatni, megőriztem. Most sem lesz benne politikai. Tehát, mindenki szólhatott, igaz? József Endrei volt. Megvan, nekem megvan, be tudom mondani, és a kamerának is meg tudom mutatni. Nagyon jó. Egyedül én nem szólhattam. Én nem tudom, nem én voltam a szerkesztője, biztos, tehát nem érkezik be az anyag. Te cenzúráztad. Nem cenzúráztam. Másik kérdés, hogy a Deppes tettem meg egy tacit, annak milyen költsége van azt? 700.000 forint. Terkül? Ja, nem a költségével van a baj, a tevékenységével. Na, ezért kérdeztem. Tehát az munkája. Hát de én nem akarok menni, mert állatvédelmi felelősünk megrángatna érte. De csíkba is megoldják, hogy ne legyen medve, főleg Nyimesbe. A csíkba nehezen. De Nyimesbe még sosem volt medve probléma. Jó, az egy más. Van fagyjában a csapda. De van. Mondjuk nálunk sincsen túl sok kutya mond. Akad. Tegnap is volt egy bejelentés, jegyzi azt, hogy az első fokú állatvédelmi hatóság, ugye? Igen. Jó, gyakorolja ezt a jogát, és majd megy ki, és akkor beszél a tulajdonosokkal, de egyszer a gyermester, meg lehet mondani, hogy mikor gyere ki, richtig nem úgy jön. Kötelező. Most már más fog. De keressük a lehetőséget, hogy ne legyen azt. Ugye van az áfa, az ugye adódik, és akkor van a kamat kiadás. Ebben azért hol van? Melyik soron van a... Az nem itt van. A bankszámladi, az az egyik szolgáltás, ugye? Tranzakciós illeték. Egyéb dologi. Az mennyi? A bankszámla, az valami bődület, nem? A bankköltségek, hát az egy olyan 3,5 millió. Az csak úgy utalgatok. Belé. Az nagyon sok, igen. Akkor a... Ugye van egyéb dologiba, itt a lászlók vannak benne, meg némi repi, meg azért szerintem ebben is azért van még tartalék, hála Isten. Családi támogatás, a kötelező köztemetés, gyermekszületés, családtámogatás és települési támogatás, ez az rendkívül települési támogatások és a gyógyszertámogatások, ugye ez 3 millió forint. Azért a nap végére ennél mindig sokkal többet költünk szociális jelenlegi kifizetésekre, támogatásokra. De ugye ez meghatározzák a lehetőségeink is, bevételeink is, pillanatnyi gazdasági helyzetünk, de tényleg, ha azt nézzük, hogy volt 40 köbméter az államtól, kb. Nem tudom, 40 valamennyi,
Szerintem majdnem 40 köbmétert még kiszóltunk a lakosságnak. Mentünk, összehúzkodtam a kastélyparkba, a kollégák fölvágták, már hasogatva is. Tehát, hogy tényleg aki olyan helyzetben van, igyekszünk mindent megoldani, segíteni. És ebben is látszik az, hogy hogy bár ilyen nagy boldogságban élünk, de egyre nehezebb, szűkösebb körülmények között. És ugye a mélyszegénység nincs talán jelen a településen, de vannak veszélyeztetettek, és nagyon sok veszélyeztetett van. És nagyon kicsi a határ már, hogy átbillenjen. Rettenetes. Igyekszünk tényleg mindenkinek segíteni. Ma minden, ugye fölírnánk forintba, sokkal és sokkal magasabb. És akkor jön az általam is elutasított, de Karácsony Gergő által meg kimondottan szemrezgéssel járó sztori. Az önkormányzatok befizetése az úgynevezett szolidaritási díj. Mi 8 millió forint szolidaritási díjat fizetünk az államnak, azért mert vagyunk. Szápár 70-et. 67 millió. Szápár 70 milliót fizet. De miért legyenesen? Nekünk? A lakosság. Nem, azért mert... Ez valaminek a százaléka. Igen, az iprőzési adója. Eléggé. Az adóerőképességben számolják, de ezért nálunk a legnagyobb kockázat is egyben. A Szápár alapvetően semmilyen fejlesztés nem volt valami az elmúlt 3-4 évben, hogyha nem rakjuk el, nem 2016-ban, 2017-ben az adó sorai. Nem lett volna feladatunk. De attól félek visszakapjuk még ezt a sorstól. Nem majd lesz vele feladatunk. Most változtatták az iprőzési adótörvényt az államnál. De majd azt mondták a Szápárják, hogy kezelik tudják a megoldást. Én mindennek örülök. A Szápár. Az nekünk különálló. De a segítünk, a tudunk természetesen. A helyi önkormányzatok előző elszámolásban lévő kiadások, ezek itt kamatok, meg amit a MÁK-nak vissza kellett fizetni, volt rosszul könyvelték 2022-ben, és akkor szépen törlezgetjük. Nem fizettük ki egy összegben, az kötelező fizetendő. És akkor jön a egyéb működés célú támogatás államhasználatáson belülre, ugye ebben látszanak a társulásnak átadandó pénzek, közös hivatalnak átadandó pénzek, illetve az óvoda bruttó intézmény finanszírozása, és ugye ebben van a bölcsőde is, de ez közel 170 millió forint. Egyéb működési célú támogatás államhasználatáson kívülre, itt vannak a tűzoltóság, az Ödmagnyert Non-Profit Kft-nek átadandó kötelező feladatellátások, civil szervezetek támogatása, ki a polgármester úr által beterjeszteni kívánt Kiskápolna, Holicserőre temetés, református egyháznak már jobbá hagyott, de ugye még dönthetünk, hogy nem adjuk, ha nem állunk jó pénz, és a sportegyesületnek is, hiszen 2023-ban ott nem volt, nem kértek pénzt, 2022-ben sokat adtunk, hogy ne menjenek csődbe, 23-at szépen lehozták, és akkor most érkeztek egy igénnyel, majd arról beszélünk. És még így is, hogy van működési tartalékunk, 6.490.107 forint, hát ennél rosszabb ne legyen, mert ez ugye simai, főleg azért, amit mondtam, hogy a bevételeket alulterveztük, a kiadásokat pedig felülterveztük, hála Isten. Ugye a felhalmozási kiadásoknál az előbb említett, hogy volt a 120 millió forintos értékesítés tereknél, itt szemben jön a 95 millió forint, amely telkek kialakításának költsége, egyre még vannak bevételek, és ugye ide van elrakva a 33 millió forint és a 8 millió 910 ezer forint, ami egy edzőteremmel kapcsolatos fejlesztési igény van belerakva, járda és zebra kialakításának költsége. Valójában ez a kettő olyan projekt van, amit szerintem 2024-ben még teljesíteni tudunk, aztán vagy teljesítésre tud kerülni ebbe az évbe, utána mindenképpen az anyagi javak felhalmozásával kell foglalkoznunk. Aztán hát nagyjából ennyi a költségvetésünk. Ugye ott van a felhalmozás célú kiadások 136, ugye a költségvetési kiadások összesen 651. Itt a finanszírozási kiadások
nál ugye látszik alulról felfelé, az előbb is kellett menni, ugye államháztartáson belül megörökezett visszafizetés, ugye ez a 10 millió, ami az előbb volt a bevétel, hogy évvégén megkaptuk, azt a visszafizetést azt nem úgy kell érteni, hogy ezt vissza kell adni, hanem ezt tovább mondjuk bérbe, intézményeknek hasonló, hiszen az egy előregként jelent meg, és azt követően volt a, van még a központi irányítási támogatás, a közös hivatalnak adunk át 50 millió 16 590 forintot, ez a közös hivatalnak a költségvetése, a munkavállalók bérköltsége, kafetériája, az ingatlannak kapcsolatos költségek vannak, jelzem, nem elég. Tehát ehhez még egy 10-est alsó hangon hozzá kell tennünk, illetve egy kis sikerülfelem alapványt felhozunk a jogazdálkodásnak köszönhetően a tavalyi év végére. Így áll össze a költségvetésünk, erről írásbeli előterjesztést fog készíteni a kollégák, meg fogják küldeni a tisztelt képviselőtestület tagjainak. Jövő héten szerdán, akaratom ellenére nem délután, vagy ha délután, akkor a polgármesterről levezetik. Délelőtt fogunk elfogadni, mert délutánban nekem olyan meghívásom van, amiről én nem mondok le, mert a településről szól. A kb. Ennyi. Van esetleg bármi kérdés? Ezeket mostanában vagy zártulósan? Nem, arról beszélünk. Jó, de most ez a költségvetéssel kapcsolatos. Ezt most szavazni nem kell. Nem, de akkor kérdés lehet. Megvan-e minden szükséges információ, csak azért kérdezem, van-e rosszabb nincs, mint hogyha úgy gondolja valaki, hogy érti, aztán nem érti. Tehát azért igyekszem mindig elmondani az összes sort, elmagyarázni, hogy ha bármi kérdés van, fel lehet tenni, érdemes róla beszélni, mindig mindenre van pontos, exakt válasz, és csodák nincsenek. Jó, akkor ezzel kapcsolatban nincsen a kérdés. Jó, akkor egy ilyen tudomású végre? Jó. Akkor aki a tájékoztató elfogadását, aki elfogadja a tájékoztatást, ez nem azt jelenti, hogy megszavazza a költségvetési rendeletet, jó? Tájékoztatás elfogadja, hogy a készfogadásra jelezze. Erre mi szükség van? Bocs, én most ezt még akkor elfogadni. De már jövő héten fogadjuk el. Most még elkezdtem. A költségvetés fogadás, ne fogadd el. Tájékoztatás fogadás. De ha elfogad, nem zavar. No, nem, még találok otthon valamit, amit éppen észreveszek, vagy kérdésem van. Az Isten áldjon meg. Ne hallgatod. Kaptam tájékoztatást? Az lesz. Kaptam tájékoztatást, azt meghallgattam. De nem fogad el. Jó, ne fogad el, jó? Kérlek. Meghívlak egy üdvítőre, egy kávét főzök. Ne fogad el. Nekem jól este. Nem fogadom el. Jó, akkor nem érted. Köszönöm. Akkor aki elfogadja a költségvetést. Persze, még rávadok rajt, hát nem volt ilyen. Tájékoztatást, ezt kérem készfogadásra jelezze. Köszönöm szépen. Akkor öt igenet el. Én megtartózkodom. Most tartózkodtunk? Tartózkodom. Kérdezhetek róla, és akkor lehet, hogy nem tudok róla. Tartózkodom. Jó, akkor egy fő pedig tartózkodom. Oké. Okay. Én azt gondolom, hogy azt a részét most zárjuk le a testületi ülésnek, ami a költségvetéssel volt kapcsolatos. A testületi ülés megy tovább. Van három napirendi pontunk, amiről tájékoztatunk. Elvi döntéseket hozhatunk, de Emilnek nagyon fontos feladata van, mert megy a bölcsödé óvodában is, ugye? Farsangban, és akkor aki most nem tudja továbbnézni így az adást, akkor az majd jönjön a gyermekeknek a farsangi költözétébe. Köszönöm szépen az aktív közleműködést a munkában, és mindenkinek jó felkészülést kívánok a jövő hét szerdai költségvetési ülésre, ahol kizárólag költségvetéseket fogjuk tárgyalni. Köszönöm szépen, viszont!